A melegeket nem tiltanák ki az utcákról, csak a meleg felvonulást. Így pontosította a híradónknak Apáti István, a Jobbik alelnöke egy korábban adott interjúját. Akkor azt mondta, nem akarja a melegeket a világörökségi területen látni. Szerinte a felvonulás zavarja a többséget, ezért kellene betiltani. Meleg szervezetek és a demokratikus koalíció is tiltakozik a Jobbik ötlete ellen. Meleg felvonulás tavaly Budapesten. Több éve mindig nyáron rendezik meg. Azért, hogy felhívják a többség figyelmét, a homoszexuálisoknak nincsenek azonos jogaik. Például nem házasodhatnak és nem fogadhatnak örökbe gyerekeket. Apáti István, a Jobbik alelnök egy interjúban azt mondta, betiltaná a rendezvényt. A meleg felvonulásokat is be fogjuk tiltani, ezt szeretném hangsúlyozni, hiszen a heteroszexuálisok sem szoktak felvonulni, a heteroszexuális büszkeség napját is meg lehetne tartani. Nem gyűlölöm ezeket az embereket, nem akarom őket üldözni, de a világörökség részét képező budapesti főtereken sem akarom őket látni. A Hősök tere és az Andrássy út, ezekről a világörökségi helyszínekről beszélt a politikus. Hát szó sincs arról, hogy homoszexuális beállítottságú személyek nem mehetnének egyébként közterületre. Ez kifejezetten a meleg büszkeség napjára vonatkozik. A Jobbik alelnöke ma pontosította nyilatkozatát híradónknak. Szerinte a rendezvény provokáció, ahol nemzeti és vallási jelképeket gyaláznak. Alelnök úr, ha két férfi vagy két nő kézen fogva megy az utcán, ön szerint ez provokatív? Önmagában ezt én személy szerint nem tartom különösebben provokatívnak. Ki dönti nem, el, nem hogy mi egyet. Nézze. Én nem értek vele egyet, nem tartom követendő példának, de elviselem, eltűröm, elfogadom, hogy vannak ilyenek is. Itt nem arról van szó, hogy kettő, vagy négy, vagy néhány párnyi ember vonul, itt arról van szó, hogy száz vagy ezer szám vonulnak. Az egyik meleg szervezet visszautasítja a jobbikos politikus szavait, de az ügyvívő azt mondja, nem csodálkoznak. Ha elindulunk ezen a lejtőn, hogy elkezdünk felvonulásokat, vagy politikai rendezvényeket, vagy demonstrációkat betiltani, akkor elég nehéz megállítani ezt a dolgot. Tehát, hogy betiltjuk az egyiket, betiltjuk a másikat, betiltunk mindent, ami nekünk nem tetszik. Én azt gondolom, hogy a Jobbik politikájának ez az alapja, hogy csökkentse azt a szabadságot, amit kivívtunk magunknak. A Jobbik alelnökének kijelentései miatt a parlamenti pártok közül a demokratikus koalíció tiltakozott. Meleg felvonulást Európa szinte minden fővárosában rendeznek. Berlinben politikusok és a város másságát nyíltan vállaló polgármestere is részt vesz rajta. Budapesten július 11-én lesz a következő.